egyetlen bár, kávézó, büfé sem nyithat ki 2-2 hétig Párizsban a koronavírus járvány miatt maximálisra emelt készültségben. Az éttermek nyitva maradhatnak, de az eddiginél jóval szigorúbb óvintézkedések mellett. A vendégeknek például meg kell adniuk az adataikat az esetleges kontaktkövetés miatt. A bezárás mindenkit rosszul érintett. Ez engem személy szerint nagyon elszomorít, mert ez a hely több, mint egy egyszerű bár, mondja az egyik felszolgáló. Ők a családom, része a közvetlen környezetemnek. Ez a hely közösséget teremt. Ők a barátaim, a családom. Megszakad a szívem, hogy már megint be kell zárnunk. Párizsban és környékén a fertőzöttek száma 100 000 emberenként 270-re emelkedett, a 20 és 30 év közöttieknél pedig 500-ra, ugyancsak 100 000 emberből. Madrid után Spanyolország északnyugati Kasztília régiójában fekvő Palencia és León is vesztegzár alá kerül 2 hétre. Az emberek csak akkor hagyhatják el, vagy léphetnek be a településekre, ha igazolni tudják, hogy munka vagy orvosi ellátás miatt vannak az utakon. Nyugodtak vagyunk, védve vagyunk, ez minket egyáltalán nem érint, mondja ez a helybéli nő. Spanyolországban több mint 813 000 koronavírus fertőzést regisztráltak, ennek negyedét a madridi régióban. És a 32 000-et meghaladó halálos áldozatok egyharmada is a madridi régióban halt meg. Írország kormánya kedd éjféltől országosan 3. szintű korlátozásokat vezet be. Szigorítják az előírásokat az összejövetelekre vonatkozóan. Azt kérik az emberektől, hogy aki tud, dolgozzon otthonról. Ugyanakkor elutasította a kormány a közegészségügyi szakértők javaslatát a legszigorúbb 5-ös szintű intézkedések alkalmazásáról, mert azzal munkahelyek 100 000-eit kockáztatnák.